Szeretettel köszöntöm Önöket a Lélekkalauz előadás sorozatunk alkalmával. Ez az előadás egy jótékonysági előadás, és a Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatjuk általa. Merjünk hinni és szeretni címet adtuk a mai előadásnak, mert erre biztat minket mindig Csaba testvér, aki lépten nyomon bebizonyítja nekünk, hogy milyen csodákra képes a hit. Csaba testvérnek a hite élő, és tettei nyomán elkallódó életek százai, ezrei találnak otthont, simogatást, jó szót, oktatást, életet. Igen, ez maga a csoda. Ahogy egy ember neki gyűrközik, és egy egykoron elhagyatott romos kolostor helyén, meleg otthon lesz, megtelik élettel minden. De Csaba testvér nem áll meg itt, mert sokat ennivaló még. Déva megmaradt sugárnak a középpontban, és a mai napon egy már Magyarországra is kiterjedő hálózat szíve ez. Mit is mondhatnék, amikor szavakban nehéz kifejezni azt, ami történik, mert ez valóban csoda. Erről tanúskodik az a több ezer élet, aki Csaba testvér gondoskodásának köszönhetően él, nő, tanul és fejlődik. Csaba testvér már sokat látott, megtapasztalt hihetetlen mélységeket és felemelő magasságokat útja során. Egyetlen iránytűje a hite. Útját mindig a mesteréhez igazítja, és ezért soha el nem téved. Ilyen egyszerű az egész. Éppen ezért hallgassunk és tanuljunk tőle, merítsünk hitéből és tapasztalatából a nehéz időkre is. Nagy öröm látni számunkra, hogy ma ilyen sokan gyűltünk össze. Ilyen sok embert hív el a szeretet és a segíteni akarás szava. Szeretném megköszönni az alapítvány nevében Önöknek, hogy jegyvásárlásukkal és támogatásukkal hozzájárulnak a közel 2800 rászoruló gyerek támogatásához. Kedves nézőink, Csaba testvér gondolatai előtt szeretnénk egy kis előadással kedveskedni Önöknek. Törzsvendégeink már tudják, hogy előadásaink során mindig meglepetés vendégekkel kezdjük az előadást. Mindig ügyes, tehetséges gyerekeket hívunk meg, és adunk nekik alkalmat a bemutatkozásra, fellépésre, hogy megmutathassák nekünk tehetségüket, és biztassuk őket a további gyakorlásra, tanulásra. A Chopin zeneiskolából ezúttal két együttest hívtunk meg. A Csenderes Együttes 2013 tavaszán alakult, a Gödöllői Frederik Chopin zeneiskola, ami népzene tanszakos növendékeiből. Elsősorban a moldvai csángó népzene anyagát tanulják, és mai műsorukban ennek a tájegységnek betlehemes énekeiből hallunk válogatást. Az együttes 2013 tavaszán a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál Grand Prix díját nyerte el. 2014-ben a 10. Vas Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén kiemelt nívódíjat, és az Erzsébet királyné emlékére meghirdetett 20. vers és prózamondó versenyen első helyezést értek el. Az együttes tagjai Simonváros Zille, Simonváros Csenge, Simonváros Csanád, Slik Szabó Áron, Kolozsi Emma, Hidvégi László, Albert Anna, Pap Csanád. Felkészítő tanárai Albertné Jó Bemese, Pertis Szabolcs, Benedek Kriszta. A második együttesünk egy ütőegyüttes lesz. Ez a kis formáció is csak egy éve dolgozik együtt, de ennek eredményeként idén már az Dunavarsányi idős és ifjabb Hara László emlékére rendezett Pest megyei kamarazenei versenyen nívódíjat, legutóbb pedig Cegléden a Pest megyei kamarazenei versenyen kiváló nívódíjat értek el. Az együttes tagjai Smuk Ferenc, Veréb Miska, Miksa, Laurán István, Monori Kristóf, felkészítő tanáruk Kovács Zsolt. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
imádságáért született bárányka. Mi kicsikék vagyunk, szólalni sem tudunk. Mégis az Istennek dicséretet mondunk. Szállásikra adja az Isten. Thank you.
Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örvendek, hogy itt lehetek. Ugye karácsonyra készülünk. Gondolom mindenki már megírta a karácsonyi levelet az angyalnak. Ugye emelje fel a kezét az, aki megírta. Lássuk, hogy hogy állunk a házi feladattal. Na hát, elég kevés kezet látok. Nagyszerű, gratulálok, aki megírta. De még hál' Istennek van időnk, ugye karácsonyig még van egy pár nap. Ne felejtsük el, Jézus azt mondta, bármit kértek az én nevembe, megkapjátok. De más helyet azt írja, hogy hát ha nem kértek, akkor nem kaptok. Nem igaz? Tehát érdemes megfogalmazni a kéréseinket, és gondolom, hogy hát nem MP3-as lejátszott, meg ilyen-olyan rimmelt, meg ilyeneket kell kérni a Jóistentől, hát gondolom azt se árt, de valami komolyat. Hát én ma este szeretnék egy pár ötletet adni, hogy mi mindent lehetne kérni a Jóistentől, hogy mit rakjon a mi nemzetünk, népünk nagy karácsonyfája alá a nagy Isten, hát 2014 decemberében. Én elsősorban a gyerekeimnek, magamnak, mindannyiunknak az áldott békét szoktam kérni. Én azt látom, amikor bekerül hozzánk egy gyerek, tele van szíve félelemmel, szorongással, idegességgel. Én hiába állítom őt neki szorzótáblát tanulni, vagy bármit, nem lesz belőle semmi. Előre meg kell őt nyugtatni. Tehát valahogy az ember úgy van teremtve, hogy ha béke van a szívünkben, akkor minden sokkal egyszerűbb, tisztább, átláthatóbb és világosabb. És azt gondolom, nem csak az emberek vannak így, hanem a városok is, a népek is, mindannyiunk számára az áldott békére nagy szükség van. Ugye Ferenc pápa nemrég összehívta a világát, ugye a ferences rend előjáróit, és mondta, hogy na, tudjátok, hogy Szent Ferenc atyátoknak mi volt a jelmondata? Hát persze, hogy tudták, Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét tudjak vinni, áldott békét. És akkor elmondta Ferenc pápa, hogy nagyon nagy gáz van itt ebben a világban, ugye, hogy mennyi háború, ellenségeskedés Afrikába, Szíriába, Ukrajnába. Begépeltem a keresőbe, hogy Csíkszereda, ott laktam, ott odavalósi vagyok, és éppen akkor ott voltam, és Odessa. És ha ízik, hanem fele olyan távolságra van Csíkszeredától Odessa, mint Budapest. Tehát nem olyan nagyon-nagyon messze van az az egész dolog. És mennyi ember meghal, szomorú, hogy hát szinte potyára vagy hiába. Igen. És azt mondja Ferenc pápa, hogy nem csak a háborún tudnak háborúzni az emberek, hanem hát családokban mennyi válás van, veszekedés, civakodás, herregés, jobbról balra, balról jobbra, lendről felfelé, minden irányból az emberek osszák, szorozzák egymást, de hogyha őszinték vagyunk, kiderül, hogy nem is kell senki ahhoz, hogy az ember háborogjon, egyedül is le tudunk ülni a szobánk csendjébe, és annyit tudunk magunkba is dühöngeni, is haragudni, is veszekedni, semmi se jó, magunkkal se vagyunk megelégedve. Minden, tehát ez a békétlenség, ez a háborúskodás sajnos tényleg úgy belopózott a szívünkbe is. Hát a régebb ugye jól neveltségből sem mondtunk egymásnak durvaságokat, hát ma meg tele van a média, meg minden, tényleg durvábbnál durvább sértésekkel, kifejezésekkel hasonló. Hát mielőtt ugye ezt a békét egy kicsit körbejárnánk, nézzük meg, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus hogy viszonyul az áldott békéhez. Karácsony estén meg se született az angyalok, mit kívánnak? Békesség a földön a jó akaratú embereknek. Tehát Isten angyalai, Jézus első üzenet, első mondata, hát gondolom az angyaloknak ősugott, hogy mit is mondjanak, hát a békéről szól. És később is, ugye, nézzük meg a karácsony estén, hát úgy köztünk legyen mondva, ez a fogadtatás elég olyan fapados volt, nem? Hát ha Jézus olyan ideges típusú lenne, mint a mai ember, hát ő sírva hazaszaladhatott volna az ő mennyei atyához, hogy te mennyei atyám, te tényleg azt hitted, ezek várnak minket ottan lent? Hát csodát, az, sehol semmi, hát szegény József ott hosszan kopogtatott az eget, földet, ott mindent tővétett, Názárettől Betlehemig, nem kellettünk mi senkinek, az az igazság. Mi nem ismerünk, menj tovább, nincs hely,
Mindenütt ezt mondták. Aztán mennyi atyám, hát ne tudd meg. Nagy nehezen egy istálóban megszülettem, hát borzasztó. Kimondhatatlan, szinte összevegyültem a szénával, a szalmával, valami nagy marha állatok szinte letapostak, minden. Hát én nem ehhez vagyok szokva, mennyei atyám, én hazajöttem, aki akarja, csinálja, kész. Itt nincs valami mennyei diazepán, valami nyugtató, mert borzasztó, hát ki vagyok borulva, nem? Tehát milyen szép, hogy hát gondolom Jézusnak se tetszett az, hogy menekülni kell Egyiptomba, de úgy tűnik, hogy még belefér, nem? Az élet nehéz. Nehézségekkel jár az élet. És el tudja fogadni a nagy Isten, hát az élettel együtt járó nehézségeket, nem? Olyan érdekes, később is, hát ugye le van írva az, ugye a Szentírásban, hogy hát olyan nagy kitörő örömmel azért szülőföldjén nem fogadták. Sőt, kikezdik, hogy falánk Borissa, hogy elment az esze, ördöge van. Mindenfélit mondanak róla, nem? Felviszik egy magas helyre, hogy letaszítsák. Direkt kikerestem a Szentírásban, olyan szépen leírja, azt írja, hogy szó nélkül az emberek között továbbment, és végezte a dolgát. Tehát nem kéri a palaszkönyvet, nem borul ki, hogy én eljövök közétek megváltani, hát így kell viselkedni, meg így, meg úgy, meg nem oszt ki senkit. Nehéz az élet, gondok vannak, oldjuk meg, nem? Tehát nem... Attól, hogy az ember háborog, hogy tücsköd, bogarat kiállt a másikra, attól jobb lesz vajon a világ? Múltkor hívtak, hogy Budapestre menjek el én is tüntetni, ugye, mert most ez, ennek van a szezonja. Hát hogy mondjam? Hát mondom, ne haragudjanak, én nem meg, és kérdezték, miért nem? Hát mondom, a nagyfőnök sem ment. Hát azt mondják, hát hol? Hát mondom, a Szentírásban világosan be van írva, hogy nem ment ő. Hát azt mondja, de azt se írta, hogy mi ne? Hát mondom, de nem igaz, mert a Szentírásban világosan egy helyt hívják Jézust is tüntetni. Sőt, ennél tovább. Nem tudom, hogy biztos ismerik a Szentírásnak azt a történetét, hogy amikor a Jézus Krisztus ugye megtudja, hogy keresztelő János lefejezték. Ismerős a történet. Hát az apostolok együtt vannak, poharazgatnak, gondolom, hogy hosszú evangelizáló nap után fáradtak, élményekről beszélgetnek, nem tudom mi, és akkor bejön egyik társuk, és azt mondja, jaj Jézus, szörnyű, most jövök Heródes palotájából, hótrészeg ott mindenki, hogy mondjam, egy szolgott, egyensúlyozott keresztelő János fejével. Hát nem? Hát milyen buta, szörnyű, hogy mondjam, Jézus maga mondta, hogy asszonyok szülöttjei között nem volt nagyobb keresztelő Jánosnál. És akkor ez így kell végezze? Hát buliból, hezből, hát most lefejezzük ezt a prófétát, annyi. Bele remeg az embernek a szíve, hogy lehet itt ilyen világ? És akkor Jézus mit csinál? Azt írja a Szentírás, hogy elment egy magányos helyre imádkozni. Igen, az ember a bajban van, visszavonul csendbe, imádkozik. De az emberek utána mentek. Nagyon sokan oda gyűltek, több mint 5000 férfi volt. És hát azt az Jézust, akit addig nem erőst akartak meghallgatni. És Jézus beszél nekik, tanítja őket minden, és hát végül ugye kenyeret szaporít, jól lakatja ott a társaságot, és azt írja a Szentírás, szó szerint benne van, hogy királya akarták tenni Jézust. Hát mindenkinek idáig volt már Herodessel, úgy gondolták, egy kicsit jobb világ lesz, hogyha Jézus átveszítte a rúgjuk fel, szét azt a Herodes kégliét, egy új világot teremtünk. És olyan érdekes, mert Jézus nem vállalja ezt a szerepet. Úgy tűnik, hogy az apostoloknak is tetszett volna az ötlet, hát kinek ne tetszene egy kis piros bársony szék, és azt írja a Szentírás, hogy Jézus hát ilyen sose csinált, mert mindig az apostolaival volt, most bárkába parancsolta őket, és azt mondta, hogy puszi, nézzétek meg a túlsó parton, nem én vagyok ott. Elküldi őket. És utána a tömeget szétoszlatja. Ez a szó szerepel benne, hogy szétoszlatta a tömeget. Tehát Jézus nem egy ilyen külső megváltó akar lenni. Ő nagyon jól tudja, hogy minden bűn az ember szívéből jön. Ott belül kellene jó kis forradalom, nem kívül. Mert ugye, hogyha valaki tróger vagy olyan ember, az lehet akármilyen rendszer, úgyis az lesz.
Tehát, hogyha a Szentírást olvasod, nem tűnik fel, hogy akkor egy rabszolgatartó társadalom volt. Nem foglalkozik Jézus ezzel, az emberrel foglalkozik. Mert minden bűn az ember szívéből származik. Azt szeretné ő megtisztítani. Igen, Jézus egész életét, ez az a békesség keresése, ott beragyogja. Ő maga mondja, hogy bementek valahova, köszönjetek úgy, hogy békessége háznak. Ha békesség fiai laknak ott, maradjatok ott, üljetek le, amivel megkínálnak, fogyasszátok el. De ha nem az van, hát akkor ne veszekedjetek. Gyertek ki, még a port is rázzátok le a cipőtökről, menjetek tovább. Többenetes, nem? Hogy állok én a békességgel? Milyen szép, ugye ott a kereszten, haldokulva, ott is meg tudja őrizni a lelke nyugalmát. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Igen, hát én ezt a békét szeretném kérni magam és a drága népem számára az idei karácsonykor. Hogy töltse be ez az áldott béke az emberek szívét. És nem elég, ugye, Szent Ferenc, tehát nem elég, hogy én magam békés legyek, hanem ezt a békét kellene hordozzam testvéreim számára. Uram, tégy engem a békét eszközévé, hogy békét vigyek oda, ahol békétlenség van. Olyan egyszerű olajat önteni a tűzre. Olyan nehéz békét teremteni. Képzeljék el, hogy ugye fogadunk mibe gyerekeket, hát azt ritkán szoktuk mondogatni, hogy anyákat is fogadunk be. 2, 3, 4 gyerekes anyát. Hát általában ez mindig, ha nőt kérdezik, akkor azt mondják, hogy ő el volt hajtva hazúról. Ha férjet kérdezzük, akkor azt mondja, hogy elszakadt hazúról. Na hát, ebbe én nem megyek belé, de egyik ilyen anyukának is a férje felhívott, hogy itt van-e nálunk az a így, meg úgy, meg amúgy. Hát mondom, itt van, persze. Azt mondja, küldjem haza. Hát mondom, én küldhetem, de inkább jobb lenne maga eljöjjön, 300 virággal, kibékülnek, puszi, mennek haza. Azt mondja, hogy nem járkál sem erre, de a rendőrséget azt rám küldi. Hát mondom, jól nézünk ki. Én etetem a feleségét, a gyerekét, és maga fenyegetőzik itt velem. Na azt mondja, hogy nem kell viccelni, mert ez egy komoly dolog. Hát mondom, én is komolynak gondoltam, jöjjön el, és kérjen bocsánatot. Azt mondja, attól azt kell kérjen tőlem bocsánatot. Azt mondja, ha nem küldöm haza, felakassza magát. Na hát erre most megint mit mondjak? Hát mondom, mert azt mondta, nincs pénzem. Mondom, 300 virág, egyszerű szegfű, nem olyan drága, mint egy kötél, nem? Nem tudtam ilyen pragmatista szempontok alapján sem meggyőzni őt, és ha iszik, hanem szörnyű, felakasztotta magát. Persze, hál' Istennek levágták a kötélről, de elég a hozzá egy hétig nem tudott beszélni. Hét után felhívott, és azt mondja, na hát, hát miért nem küldöm haza az asszonyt? Hát mondom, én mondom, menjen haza, de nem akar. Hát azt mondja, igen, mert ilyen, és megmondod egy csomó csúfot. Hát mondom, ne, magának mégiscsak hiányzik, akkor jöjjön utána. Udvaroljon egy kicsit neki, csak haza fog menni. Nem akartam mondani, én kell addig is etessem itt a családot. Hát azt mondja, ő nem megy haza eddig és eddig, ha nem jön, akkor ő megy, és a vonat elején szökik. Hát mondom, jó ember, hát miért nem jön el? Szóval értse meg neki, arra nincs pénze. Hát mondom, egy temetés, ez mekkora koszorúk-e? Hány virág? Hát mégiscsak 300 fő, olcsóbb. Ez se használt. Mondtam én ott a jót, rosszat, neki mindent. Azt mondja, értsen meg, a magyar ember az olyan, mint a fenyő, az nem hajlik, az inkább törik. Na hát, gondoltam, hogy elég elé vagyunk. De sajnos sokszor magunkra ismerhetünk ebbe a kifejezésbe. Elmentem az asszonyhoz, leültem, kávét főztem neki, minden. Hát mondom, mégiscsak haza kéne menni az emberhez. Azt mondja, ahhoz a vadállathoz, ő nem megy haza. Hát mondom, így, meg úgy, meg mindent mondtam. Mondom neki, nézze meg, itt vagyok 55 éves, értem, senki nem akar meghalni. Lehet, hogy dicsérnek, de értem, nem akar meghalni senki. Magáé, meg ott van ez az áldott jó ember, ez mindenre meg akar halni magáé, nem? Hát igen, már annyi esze van. Hát mondom, amikor annak idején elkezdett maga föltörni vele, és ott a pislogot, akkor kellett volna meggondolni, nem? Hát most magába habarította, lássa, nem tud élni családja nélkül. Haza kell menni. Azt addig-addig mondtam, hogy tényleg összepakolt és hazament.
Uram, tégy engem a békéd eszközévé, nem? Olyan könnyű, hogy mondjam, tényleg olajat önteni a tűzre, és olyan nehéz az áldott békét belopni az emberek szívébe, társadalom szívébe. Pedig igazából mind a két fél attól szenvedett, hogy nincs ott a másik. Hát én láttam annak az asszonynak se jót nálunk, gyerek otthonba, idegen helyen. Hát van neki otthona, van háza. Annak a férfinek se jó, hát öngyilkos akar lenni, mert nem lehet együtt a feleségével, nem lássa semmi értelmét magányosan az életnek. És mégis olyan nehéz kimondani azt, hogy kicsi szívem, bocsáss meg nekem, nem? Uram, tégy engem a békéd eszközévé. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy magunkban nézzünk, tanuljunk mesterünktől, és mi is tényleg ezt az áldott békét teremtsük meg a szívünkbe. Miért kéne aggódjunk? Nézzétek az ég madarait, mezők világait, megteremti a Jóisten mindazt, amire szükségetek van. Olyan mindenki fél a szegénységtől. Elmondok egy történetet, olyan érdekes, a teológián voltam, és hát ugye 80-as években Erdélyben nagyon nehezen lehetett komoly vallásos könyveket szerezni, ami volt, azt elégették, határon nem engedtek be, és hogyhogy nem, egy idős öreg papbácsitól kaptam egy Avilai Szent Teréz önéletrajzát. Ugye jövőben lesz 500 éve, hogy megszületett az katolikus egyház legnagyobb egyház imádság, egyház doktora, tehát egy nagyon nagyszerű, ajánlom az ő könyvét. Hát nekem kaptam egy ilyen könyvet, kölcsönkért az egyik társam, volt nekem annyi eszem, odaadtam, ő el is vesztette. Gutta szinte megütött, emlékszem, ültem a kápolnába lent, és úgy forrott bennem a dű, hogy csuda, hogy lehetek én ilyen hülye, hogy odaadtam ennek a jó embernek a könyvet. És akkor hát nekem nem volt se jó Isten, se evangélium, se semmi, csak ez a harag, gyűlölet, ez volt bennem, hogy mondjam, önsajnálat, meg ilyenkor sok minden eléjön az emberbe. És akkor ültem ott a kápolnába, és azt arra gondoltam, hogy hát Szent Ferencnél van egy nagyon szép történet, ugye azt írja a Szentírás, szóval a Szent Ferenc élete, hogy hát ugye szegények voltak akkor is a barátok, kopogtattak, reggel jött egy idős néni, és azt mondja, hogy hát ő szeretne valami alamizsnát kérni, mert nincs amit egyen, nincs tűzifája, nagyon rossz neki. És hát akkor mondta kapustestvér, vagy ott a házfőnök, hogy hát nekünk sincs semmink. És akkor Szent Ferenc mondta, de hogy nem, hát reggel volt egy imakönyv, ugye egy szentírás, amiből együtt imádkoztunk, hát abban az időben, 1200-as években egyetlen egy könyv volt. Adjuk oda neki, abból a könyvből azt tanultunk, hogy hát osszuk meg mindenünket a szegényekkel. És képesek voltak odaadni az utolsó könyvet, amiből imádkoztak, aminél a misén felolvastak, meg hasonló. Mert aznak a másik szüksége volt, és úgy elszégyeltem magamot, én is, hát mennyit romlott a ferences rend azóta, hogy mondjam, én bennem is, és felmentem, és nagy dühösen beleírtam minden könyvembe, hogy tiéd és mindenkié. Hihetetlen felszabadulás éreztem meg, hogy olyan jó volt, kérdezték a társa, mit vigyorgok itten, mondom, hogy létrehoztam az első magánkönyvtáromat, bárki, bármikor, bárhova vihet, bármit. Nem kell tőlem kérni semmit. Tehát, hogy mondjam, most lehet, hogy furcsa, de akkor tényleg nem volt esélyem se, hogy ilyen-olyan vallásos könyveket kapjunk. És mégis olyan jó volt lemondani arról a kevésről, ami volt. És most nem merem elmondani, hogy ugye 82 házunk van, és mindegyikben van egy annál nagyobb könyvtár, mint amiről én ott lemondtam. Igen, én azt hiszem, mernünk kell nagy lelkűek lenni, mernünk kell bízni az Istenbe, és biztos ez az áldott béke betölti a szívünket. Olyan sokszor ugye mondtam, hogy nem kell más ember ahhoz, hogy háborogjunk, egyedül is tudunk háborogni. Miért ne tudnám elfogadni magamot, hogy kicsi vagyok, egyszerű vagyok, egy marék porból teremtett az Isten, miért várnék olyan nagy dolgokat magamtól el? Ennyire tellett. Legyen áldott az Úr neve. Én azt hiszem, hogyha ezt a békét vissza tudnánk szerezni a társadalmunkba, szívünkbe, sokkal, de sokkal eredményesebb, szebb lenne az életünk.
másik dolog, amit úgy szeretnék ma este úgy ajándékként úgy javasolni, hogy majd be lehet írni az angyalnak, az az lenne, hogy hát a jókedv, az öröm, a vidámság, nem? Hát sokszor az az érzése, mint a mai ember olyan, mit tudom én, savanyú borkát enne reggeltől estig mindenki, ül a metró, men, nem tudom, olyan szomorúak vagyunk, nem? Isten gyermeke, hát minek lehetne vidám? Annyi ok van arra, hogy kacagjunk, hogy jókedvűek legyünk. Én bemegyek egy gyermekvédelmi központba, én azt látom, hogy a gyerekek kacagnak, vidámak, akkor van értelme munkámnak. Én nem azt várom el, hogy nem tudom, milyen nagy elszámolásokat küldjenek a gyerekek nekem, hanem azt látom, hogy kacagva átölelnek, jókedvűek, vidámak, hogy mondjam, megy a szekér. Most mennyei atya, lenézel földre. 5000 éve uttal, ugye gombolga, 5 milliárd éve gombolgatja ezt a Föld nevű projektet, ugye futtatja ő is. Hát mennyi isteni munka, energia van benne, és akkor lenéz ide Magyarországra, vagy Erdélybe, és azt látja, hogy mindenki húzogatja az orrát, már megint fel kell kelni, na hát nem, hétfő van, Istenem, jaj, de nehéz. Hát mit érezhet szegény mennyei atya, nem? Hát megterítette nekünk az asztalt, szíve minden melegével, hát ennyit ellett. Szoktam mondogatni, hát ugye, hogyha én elmegyek egy lányhoz, vagy mit tudom, annak idején, míg udvaroltam én is, hát az a lány olyan fogad és főz egy finom, mit tudom, egy tojásrántottát, vagy ilyesmit, az már jó jel, nem? Ha emek, és egy hatfogásos vacsora van, meg mit tudom, egy nagy estély, akkor már tudod, hogy itt a leány kérés nélkül nem úszott meg. Tehát azt jelenti, hogy szeretnek ott. Hatfogás. Hát most gondoljuk el, hogy hány íz van, nem? Milyen finom az eper, a cseresznye, a megy, sóska, nem? Milyen jó egy tötelékes káposztát megenni, meg minden. De mennyi ízet varázsolt a Jóisten? Hát lehetne minden, úgy, mint az autónál oda megyek, ugye tankolni akarok. Én nem kérdezem most a kedves Volkswagen kakaós, vaníliás, milyen gázolajt kérsz? Nem, hát bedom a csövet, és milyen az jó nyugodtan előre. Tehát valahol ebbe is észre kell venni azt az Isten túláradó, túlcsorduló szeretetét. Vagy ennyi szín van, nem? Hát régebb a televízió fehér-fekete volt, úgy is láttuk, értettük a híradót. Most mennyi szín, árnyalat, forma van. Az ember úgy leül egyedül, mit tudom, az őszi verőfénybe, vagy mit tudom, télen, mikor süt a nap, hó ragyog, és mégis hány árnyalat, mennyi szín van, nem? Tudj örvendeni annak, hogy ez ilyen szép. Vagy az, hogy van neked egy kezed, hogy meg tudsz simogatni egy kisgyermek fejét, buksiját, vagy le tudod írni vele a nevedet. Fel tudsz emelni, mit tudom, egy kanális födőt, vagy akármit. Ajándék. Örvendj neki, nem? Én azt gondolom, hogy ha mikor valamit elveszítünk, akkor nem tudunk igaz, akkor kezdjük tudni igazán értékelni azt, ami van. Öröm. Hogy állok én az örömmel? Ha beraknának egy ilyen öröm lázmérőt a hónyom alá, vajon mit mutatna azt? Én azt gondolom, hogy egy bizonyos hőfok alatt hát már kezelni kellene az embert. Nem tudom, hofihoz, vagy nem tudom, hova kéne vinni, de mindenképpen, hogy hát jókedv, a derű, az annyira fontos, hogy mind az áldott béke. Ugye szerzetesek vagyunk, és minden év, minden héten, vasárnap szoktam mondogatni a gyerekeknek, hogy most mi elmegyünk, ne zavarjanak, játszodjanak nyugodtan. Hát hova megyünk? Hát mondtam, hogy rekreálni. Nem tudom, hallották ezt a latin szót, elmondták a gyerekeknek, hogy kreáció, az teremteni jelent. Rekreálni, újjáteremteni. Na persze, a gyerekek ezt nekem nem hitték el, aztán jöttek hétfőn, meglestek. Kulcsukon ők világosan látták, sört ittunk, römisztünk, nagyokat rögtünk, hogy semmi kreáció nem volt. Akkor próbáltam elmondani a gyerekeknek, hogy nézzétek, a mi rendünk 800 éves. És a 800 év alatt az atyák rájöttek arra, hogy nem elég imádkozni, nem elég dolgozni, legalább hetente egyszer az a közösség, melyik nem tud leülni, hogy egy pohár bor mellett jókedvűen elbeszélgessen, vicceljen,
az a közösség megszűnik. És a szerzetesi rendnek az regulájában benne van az, hogy minden este, de legalább hetente egyszer minden közösség rekreáljon. Igen. Én azt gondolom, hogy a te családoddal, drága férjeddel, feleségeddel, gyermekeiddel nem tudsz csak úgy csendben leülni, valahova elmenni, jókedvűen, vidáman együtt lenni, hát akkor annak a családnak az órái meg vannak számolva. Igen. Nagyon fontos az, hogy viccelődjünk, hogy kacagjunk, hogy saját hibáinkon is tudunk kacagni, ha olyanok vagyunk. Most nem tudom, itten remélem a szökenők nem fognak megharagudni rám, de mégiscsak megbátorkodok egy történetet elmondani. Csíkszomjon van egy nagyon kedves kolléganőm, ő vezeti a házat, nagyon aranyos, nagyon szerete, valóban el kellett menjünk, jó van, tankolunk. Na és megállunk ugye a benzinkút előtt, ugye szépen nyugodtan, és előttünk áll egy autó, kiszáll két kedves fiatal hölgy, és húzzák, nyúzzák a gumit, mert hát kiderült, hogy túlsó felén van ugye a tank, és hát ők nagy nehezen ketten oda ráncigálják, és megtankolják az autót, az élmény a kolléganő mondja, na nézd meg, hát, mégiscsak van valami igaz ebben a szőkerős viccekben, meg nem tudom miféle. Jókot kacagunk, nem tudom, előgurul az autónk, ő vezette a saját autóját, kiszáll, és látom a tükörben, letérje, és elkezd röhögni. Kimegy, és azt mondja, hát nézd meg, a mit tankunk, nem? Ez is túlfelő van. Miért ne tudna az ember saját magán kacagni, nem? Miért ne tudnám, hát hogy mondja, hát ilyenek vagyunk. Hát 10 lefutásból 10 gólt, hát csak a németek tudtak ugye a braziloknak lőni, de amúgy általában nem szokott ez sikerülni, nem? Van még kapufa is, azt nagyapám annak idején úgy mondta, hogy fiam, ha levágsz egy 100 kilós disznót, abból nem lesz 100 kiló kolbász, lesz még egyéb is, nem? Tehát, hogy tudjam elfogadni azt, hogy korlátozott vagyok, hogy egy marék porból születtem, hogy jót akarok, és mégis sokszor hát nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném. És ilyenkor azt gondolom, saját hibáimat megtapasztalva, ha az ember el tudja kacagni magát, akkor sokszor egész nap kacaghatunk, olyan gyakran elé jönnek a gondok. Jókedv, derű. Jó Istenbe, mennyi öröm van, mennyi pajkosság, vidámság van. Vajon bennem mennyi van? A gyerekek között azt láttam, hogy azok mindig mindenen tudnak kacagni. A nehéz helyzetekben is. Sose felejtem el, hogy egy nagy árvíz volt Fehér Nyikó mentén, ezelőtt egy pár évvel nagy felhőszakadás volt, és egy egész kicsi patak úgy megnőtt, hogy házakat vitt el, emberek haltak meg. Hát én másnap én is kimentem oda, nem jött, hogy higgyem, hogy ez a kis patak ilyen. Olyan csak a fundamentum maradt meg, mindent elvitt a víz. És akkor, hát ugye felkínáltam ott, vagy 4-5 falut mocskolt meg így az árvíz, felkínáltam, hogy azok a gyerekek, akik gondolják, akinek a házukat elrontotta a víz, azokat én szívesen beviszem szobátára, aztán rendbe rakják a házakat, jöhetnek, és visszavihetik a kisgyerekeket. És beraktunk, hát oda, vagy 20 gyereket a mikróbuszba, és elindultam, ugye Szováta felé én vezettem. De az egész olyan volt, mint egy temetésről jöttünk volna, mert hát olyan szörnyű volt az a látvány. És vezettem, és egyszer csak hallom a gyerekek kacagnak. Tehát kicsit nagyon furcsálottam, és kérdem, mi baj van? És akkor kiderült, azt mondja az egyik gyerek, hogy azt mondja, Csaba testvér, azt mondja, anyukámmal már 2 hónapja mind imádkozunk, hogy a Jóisten küldjön nekünk is egy autót. Szóval egyszerűen elkezdett dörögni, villámlani, és a víz nem behozott az ablakon egy piros Dacia-t. Hát az elején én nem tudtam, most illik-e kacagni, vagy nem, de végül én is kacagtam a gyerekekkel. Olyan az a felszabadított öröm, hogy igen, tényleg elvitte a házat a víz, de... És beszélgettünk tovább, mindenféle történeteket mondanom, és egy gyerek bekiabál a többiek szavába, vág, és azt mondja, neki az egész árvízból azt tetszett a legjobban. És az ilyen 10-12-13 éves gyerekek voltak, és azt a fiúcska elmeséli, azt mondja, hogy papácsi, nagy mosás volt aznap, sütött a nap 1000-re,
Be se engedtek a házba, mindent kikeményítettek, kivasaltak, kifehérítettek. Ugye ilyenkor elészedi a székely ember az ünnepi ruhát, meg az ágynemit, meg mindent, és szépen rendbe rak, minden az egész nap kint kellett legyek. Azt mondja, akkor összevasaltak, szépen berakták a szekrénybe, be lehetett jönni, jött a nagy idő. De leszakadt az ég, így mondják ott felénk, és azt mondja, egyszer csak jött az árvíz, mi felmenekültünk az emeletre. Mikor lejöttünk, nagyanya állt a szoba közepén, és azt mondja, és de hol a szekrény? A víz bejött az ablakos zajtó, kivitte a szekrényestől, ruhástól, mindenestől. Hát hogy mondjam? Hát a gyerek, ahogy előadta a nagymamának a sopánkodását, meg minden, mindannyian kacagtunk. És én azt gondolom, hogy valahol ez a normális. Miért roppannék össze a nehézség előtt? Tudják ugyan fügét mutatni az élet fintorainak. És akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb elviselni egy egészséges gyerekből, mint a szervezet a szálkát, vagy a pattanást, hogy kilöki magából. Azt gondolom, ugyanúgy magunkból a fájdalmat, a szomorúságot is valamilyen módon ki kéne lökjük, nem kéne azt hordozzuk magunkkal. Sose felejtem el, hogy ugye mennyi mindentől lehet tanulni, egy folyótól, pataktól. Fenn voltam a Hargitán. Megálltunk, sétáltunk egyet, egy előadásra siettem, és gondoltam, hogy volt még annyi idő, egyet sétálok, készülgetek ott a fák között. És ahogy sétáltam a patak partján, akarva, akaratlanul is, egy ilyen csomó levelet, ágat, ilyen törmeléket, úgy bele rúgtam a patakba. És olyan szép volt, hogy a víz vitte ezeket a törmeléket, megforgatta 3-4 kőnél arrébb, aztán szépen a partra lerakta, és tisztán, szabadon ment tovább. És hogy néztem a patakot, és azt mondta, hát milyen jó lenne ezt megtanulni tőle, nem? Hát az én életemben is akarva, akaratlanul behullanak mindenféle gondok, bajok, nehézségek, ez az. Milyen jó lenne, nem csombolgatnám én évekig, hónapokig magammal, nem? Hát miért jó az? Igen, megtörtént, ez van, slussz, rakjam le oda az életem partjára, és menjek szabadon, tisztán, jókedvűen, derűsen tovább. Hát az a patak, amelyik magával vinni a törmeléket, abból nem lehetne inni, nem lehetne odaállni a partjára, messziről mindenki elkerülni, nem? Közülünk vajon hányan hurcolunk magunkkal hosszú évek óta mindenféle sérelmet, haragot, fájdalmat, mocskot? Arra való az a Szent Jónás gyóntatószék, merjünk bemenni, letérgyelni, kirakni magunkból a félelmeinket, a szomorúságainkat, szabadon, Isten gyermeki méltóságunkba, jókedvel, derűvel éljük az életünket. Az őskeresztények ott az oroszlánok előtt képesek voltak viccelni, kacagni. Miért? Hát van nekünk egy mennyei atyánk, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy boldog legyek. Egy gyereket, ez egy olyan kedves történet, ugye egy hajó háborgó tengeren halad, és mindenki pánikba van esve, és kiabál, és sikoltozik, és akkor játszik egy gyerek az egyik kabin szélén, egy kis autóval, és kérdezik tőle, hát nem félsz? Hát miért nem félsz? Hát azért, mert apukám a kormányos. Hát a mennyei atyánk teremtett minket, akinek gondja van jóra és gonoszra egyaránt, aki azt mondja, hogy ne szorongjatok, ne féljetek, nézzétek az ég madarait, mezők virágait, két fillérért adnak két verebet, hát egy sokkal többet értek. Igen, testvéreim, nagyon fontos lenne, hogy ezt az áldott jókedvet, vidámságot őrizzük meg magunkba. Úgy kellene a világnak szerintem kiskolánnal, hogy én orvos lennék, hát a vidámságot írnám fel nagyon sok ember számára orvosságul. A vidámságot és a gyermeket. Múltkor kérdezték, hogy erre a 21. század Kárpát-medencei gondokra, Romániára, Magyarországra, milyen orvosságot tudnák írni? Mondtam, gyereket. Néztek rá. Mondta, a gyerek olyan, mint az orvosság. Használat előtt felrázandó.
lehetőleg ebéd előtt, étkezés előtt, el kell kapni a derekát, 5-6-szor feldobod, gyerek elkezd kacagni, sikoltozni, elkapja a nyakadot, ad egy nagy puszit, és 10 évvel tovább élsz. Én ezt hiszem, hogy ez működik. Biztos. Merjünk játszani a gyermekeinkkel. Merjük megtréfálni őket. És hogyha bennünket tréfálnak meg, akkor mi is tudjunk jókedvűek lenni. Én azt láttam, hogy a gyerek, hogyha megnyugszik, ha béke van a szívébe, ha jókedv van, akkor a következő dolog, amit csinál, kiúzza a fiókot, és megnézi, mi van benne. Kinyitja a könyvet, hallám, mit ír. Nem? A jól végzett, becsületes munka öröme. Ez lenne a harmadik dolog, amit az én népem nagy karácsonyfaja alá kívánok ebbe az új esztendőbe. Igen, a becsületes munka lehet öröm. Én azt gondolom, nekem, életemben, hogy mondjam, egyik legszebb öröm, legtisztább öröm, a jól végzett, becsületes munka. Kérdezik sokszor, hogy hát valaki megköszöni? Nem az a lényeg. Jót tenni jó. Képzeljék el, hogy nem olyan rég Tusnádon voltam, és miséztem, és ott volt az egyik nagylányunk, olvasta fel a Szentírásból a Szentleckét. Ültem a papi székbe, és úgy elgondoltam, hogy ez a kislány, én fogadtam be 3 éves korába. Csík zsögötbe laktak az erdő szélén, és telefonált egy ismerősöm, hogy azt mondja, van egy Maugli az erdőbe, menjek, szedjem össze. Annak a kislánynak a bátyja 5 éves volt, és az nem járt se óvodába, se sehova, hanem hol itt, hol ott az erdőbe megjelent. És akkor az emberek, ugye, akik ott arra jártak autóval, látták, hogy egy magányos gyerek ott van, hát hogy mondjam, na hát így riasztottak engemet is. A kislány azért nem ment az bátyjával, mert az egyik lába egy nagyon ferde volt, és nem tudott járni. Na és akkor mind a kettőjüket én bevittem előre Dévár, aztán Szovátán voltak, és rábízta az egyik kedves kolléganőmre, aki megműtette a lábát a gyereknek, szépen helyre rakták, gyógytornászhoz járt vele. Aztán ugye csináltottunk direkt olyan magas szárú cipőt, hogy a bokáját komolyan tartsa, és így szépen úgy helyre jött a lány, hogy mostan barátjával bálba jár, nagy szende pirrel, 17 évesen úgy, ahogy illik. Na, és hát most ott olvasta a templomba Isten igéjét hangosan, szépen, magyarul a társainak. Ültem a padba, és elsírtam magamot. Nekem soha senki nem köszönte meg, hogy ezt a lányt én befogadtam. Marikának, a nevelőnőnek, a kolléganőnek soha senki nem köszönte meg azt, hogy ő elvitte orvoshoz, és pluszba járt vele, gyógytornászhoz, meg mindenhova. De nem is kell megköszönje senki. Mert a jótett önmagába hordja a jutalmát. Jó dolog jónak lenni. Ezt az örömöt, ezt a tiszta érzést tőlem nem tudja senki elvenni. Ez megmarad egy örök életre. Hogy mi lesz azzal a lányjal, hogy azt a jó lábát mire használja, hogy egyáltalán hogy fog az ő élete alakulni, nem tudom. Én azt gondolom, én neki kinyitottam egy ajtót, tőlem ezt várt el az Isten. Nagy lelkűen megtettem, és boldog vagyok, örvendek. Jó dolog jónak lenni. Ugye, pár évvel ezelőtt volt, hogy Déván jött a nyári vakáció, és ugye hát vakáció előtti hetekben, hát tudjuk, hogy mindenki úgy fel van olyankor a palafonon, jókedv, minden, hát még van egy hét, és itt a vakáció, és én miséztem vasárnap, a templomban ott volt, hogy hát sokan voltak, de vagy 200 gyerekünk volt akkor is. Szép fehér ruhácskában a kislányok, kedvesek, aranyosak. Szépen a hátul jó tömött sorokba ott álltak Bernardin testvér. Gyóntatott, hogy mossuk tisztára az ő lelkecskéjüket is. Minden úgy áldozáskor nálunk nem csak a nagyok, a kicsik is elé jönnek, és mindenkinek a homlokára rajzolunk egy keresztet. Olyan szép volt, olyan tiszta volt, és utána bementünk az ebédlőbe. Jó nagy ebédlő van Déván, hát ottan, ugye párolgott az asztalon a finom húsleves, nem tudom. Oda mentem ugye a
főhelyre, az asztalfőre ültem, körülöttem zsongott, zsibongott, az a rengeteg gyerek, akkor fölálltam, keresztet vetettem, csend lett, imádkoztunk, leültem, és elbőgtem magamot. Hogy mondjam, egy olyan egészséges, tiszta, férfi büszkeség töltött el a szívemet. Hogy lám, itt van az én családom. Kicsit nagyra sikerült. De hál' Istennek tiszták, szépek, egyetlen egy kislány maradt osztályismétlőre, a többi hál' Istennek feladatait is jó, rosszul, de valahogy elvégezte. Van finom ételük, tisztán járnak. Gondom lehet az ő lelkükre, testükre, szellemükre. És ez azért van, mert oda mertem ülni az asztalfőre, mert mertem vállalni azt, amit minden férfi a maga családjába kell, hogy vállaljon. Testvéreim, ezért adhatnának akármennyi érdemrendet, nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy érzed, hogy ott vagy, ahol kell, hogy legyél. Ahol a te helyed. Hogy te azt teszed meg, amit Isten tőled elvár. Jól, rosszul, nagyobb, kisebb eredménnyel, mondom, ez nem fontos. Fontos az, hogy igen, mertem az asztalfőre ülni. És azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt jelen vagyunk, valahol mernünk kellene vállalnunk a magunk feladatát, és az becsülettel, tisztességgel elvégezzünk. Jó dolog jónak lenni, jó dolog becsülettel dolgozni, jó dolog elvégezni azt a munkát, amit az Isten nevébe elvállaltál. Hogy tanár vagy, orvos vagy, kőműves vagy, mindegy. Most, hogyha kevesebb fizetést adnak, és zúgolódsz, mint tanár, úgyis eltelik az a nap, nem? Dobd bele magadot a dologba, dobd bele a gyermekek tanításába, ezerrel próbáld azt szépen jól végezni a munkádot, és aztán, hogyha majd megköszönik, az nagyszerű. Hát én most nem azért beszélek így, hogy ne legyen fizetésemelés, hanem azért, mert egy életed van. Hát miért kellene nyafogva, sértődve, sarokba állva élned az életedet? Merjünk dolgozni, merjük vállalni a feladatainkat. Gyerekként emlékszem, elmentem a hoki meccsre, én is, mindenki Szeredában hokizik. Na, persze a nagyfiúk ott voltak a jégen, nem akartak felengedni. Ott ültem a kispadon, és dühöngtem. Na, aztán nagy nehezen felengedtek, persze jó fellöktek. Tele lettem kék zöld folddal, még a csapatunkot jól is megverték, és akkor is, hogy mondjam, jobb volt játszani, mint ülni a kispadon. Én nem tudom, a mai világban miért akar annyi ember ülni a kispadon, és kommentálni, mert abban aztán tényleg jók vagyunk. Izgalmas dolog élni, egyetlen életünk van. Hát akkor dobjuk belé magunkat, lássuk, mi lesz, mit tudunk kihozni belőle. Ne féljünk a munkától, ne féljünk a feladat. Ugye gyerekeknek olyan könnyen mondom, hogy nem nyafogni a házi feladat mellett. Tanítónéni adta, biztos, hogy nem adott olyant, hogy ne tudnád megoldani. Kapsz egy puszit, szépen gondolkozza, ír le, nem? Nem írom le helyette. Mert tudom, hogy az a feladat, amit ő elvégez, azáltal ő több lesz, jobb lesz, nem? Most jó Isten, neked is, nekem is, mindenkinek adott valamilyen feladatot. Hát mi kéne nekem nyafogjak emellett, nem? Merjek nekiállni, merjek neki menni a feladatnak. Olyan sokszor ugye, hát ugye mindenféle kívás ér engem is. Tehát például ugye, hogy felhívnak, nem tudom, ezt a történetet meséltem önöknek, nagy szalontáról a polgármester, és azt mondja, Csaba testvér, van egy kaszárnya, neked adom. Hát mondtam, ne tessék haragudni, én voltam román katona,
aki akar kaszárnyába lakni, az csak csinálja. Hát azt mondja, de hogy mondjam, így, meg úgy, meg amúgy mondom, szó se lehet róla. Gyereket én kaszárnyába nem viszek. Na de még egyszer felhívott, és még egyszer felhívott, végül elmentem nagy szalontára. Most képzeljék el, hogy régi húszár laktanya, hát az még a 18 előtti, vagy 5 épület ott van, egy nagy gazos területen, vagy 2 hektár, és hát úgy mondjam, az épületek tetején részben beszakadva, a cserepet, vagy mi olyan fém, fa dolog volt, azt elhordták, és ott van ez a hatalmas terület. Hát ott mentünk a gyerekekkel, ott volt egy kedves katonatiszt is, polgármester is, meg minden, néztük. Az egyik gyerek elkezd kiabálni, egy Csaba testvér, volt egy ilyen homokos láda, ugye régebb a mindenütt kellett legyen, most is van ilyen tűzoltó pont, ahol ásó, lapát, meg minden volt, azokat minden lopták, de a homok az ott maradt. Szóval a gyerek, Csaba testvér, már van homokozó. Gondoltam, ez szinte olyan, mint ugye, amikor valaki kap egy patkószeget, hogy most már csak a ló kell hozzá, és hintó, meg ilyesmi, és már mehetünk is. Na. Hát elgondolkoztam, álltam ott ebbe a nagy gazba, és arra gondoltam, hogy Izaiás próféta milyen szépen írja, hogy eljön az az idő, mikor a lándzsákból ekevasat kovácsolnak, a kardból oltókést, és nem fog ember emberre támadni ezen a földön. Csináljunk a háború fészkéből szeretet otthont. És ott én szépen nekiálltam, és tényleg ezt a gondolatot le is írtam, megfogalmaztam. Ugye felrakja az ember a Facebookra, az aztán men, nem lehet megállítani. Valaki lefordította, men tovább, nem tudom miféle. És egyszer Japánból írt egy néni, hogy neki nagyon tetszik ez az ötlet, tényleg, hogy Kelet-Európában annyit háborúztak, hát milyen jó lenne tényleg, ha szeretet otthon lenne. És ha megengedem, ami ne engedtem volna meg, a barátai között gyűjt valami pénz, hogy ezt tudjuk megcsinálni. Na és tényleg lett is annyi pénz, az első épületet rendbe raktuk. Ez olyan 2-300 négyzetméteres épületek ezek. Na mindjárt 20 gyerek bele is költözött, nagyszerű minden, következő évben még egyet, aztán még egyet, és aztán jöttek Bukarestből ellenőrizni, és akkor azt kérdezik, hát az utolsót azt miért nem szedtem rendbe? Hát mondom, hát több mindent is mondhatnék, de hát nincs pénzem. Hát sem, én nem kértem. Na mondom, ez nekem, hogy magamtól nem jutott eszembe. Hát az írjak pályázatot, hát ez így működik a 21. században. Hát én is írtam a bukaresti parlamenthez, hogy van egy román kaszárnyám, szeretném rendbeszedni, magyar gyerekeket nevelgessek benne, nem tudom miféle. Hát mindent azért nem írtam le, de szépen elküldtem a levelet, kaptam pénzt, rendbe raktuk. Következő évben jön az átadás. Ott van a delegáció Bukarestből, nem tudom, hoznak nekem virágot, hogy mondjam, nagy szerénkedve elfogadom, nem tudom miféle. Közben gyerekek agykirály katonát játszanak ott a jókedv, minden. És elgondolkoztam, ha valaki nekem azt mondta volna, hogy te Csaba testvér, eljön az az idő, kapsz egy román kaszárnyát, melléje Bukarestből pénzt, és ha ezt megcsinálod, hogy a gyerekek ügyesen tudjanak tanulni, kapsz melléje virágot. Hát őszinte legyek, én ezt soha senkinek nem hittem volna el. Ugye mondja Jézus, hogy nem kaptok, mert nem kértek. Igen, testvéreim, mernünk kell bátran vállalni a feladatainkat. Ott van előttünk a nagy fal, merjek neki menni, és kiderül, hogy nincs is falotta, nem? Nagyon sokszor így megjártam az életbe. Merjünk hinni, bízni az Istenbe. Lehetetlen feladatot nem ad nekünk. Egész biztos, mernünk kell bátran neki menni a feladatainknak. Egy életünk van. Hiába ülsz a kispadon, eltelnek a napok, így is, úgy is. Mert beledobni az életedet a gondok közé. Olyan jó dolog megtapasztalni Isten nagyságát, hatalmát, csodatevő erejét. És az Isten csak amellé tud odaállni, aki valamit akar csinálni. Én mindig azt szoktam mondogatni, hogy hát, hogy biztosítsunk tágteret az isteni gondviselésnek. Ezt a kollégáink úgy értelmezik, akkor megint nincs uzsona. Elmegyünk kirándulni, most akkor gyerekekkel is. Mindig valahogy összejön. Múltkor is utaztunk Románián keresztül,
és a gyerekek rosszul lettek, megálltunk. Egyik kislány, ugye, könnyített magán. Kijött egy román néni, hát azt mondja, hova megyünk? És hát kiderült, hogy árvaház, minden. Azt mondja, menjünk be, kicsit dőljenek le a gyerekek. Bementünk. Szóval néni akkor kis vacsorát is adna nekünk. Hol aluszunk? Nem akarunk itt aludni? Nem akartunk ott aludni. Alig tudtunk eljönni végül onnan. Tehát hogy mondjam? Tehát, hogy ha minden nagyon precízen ki van szabva, akkor hogy mondjam, ilyen örömök nincsenek az ember életébe. Ugye az érsek atya volt még az elején, ugye, hogy hát minden évben ugye papoktól itt is mostan ugye a költségvetést állítják össze, hát én is, nekem is össze kellett állítsam. Hát beírtam, ugye a kiadások listájánál nem is volt gond, mert azért tudtam tavaly mennyi villanyszámla volt, meg bérek, meg minden, szépen hosszan felírtam, és túlfelől ugye a bevételeket is be kéne írni. Egyetlen sorba odaírtam, adományok. 90 előtt még senkitől nem kaptunk hivatalos pénzt, hát ez egyetlen sor volt odaírva. Az érsek atya fej is azt mondja, kicsit részletezzem. Hát mondom, ilyen januárban nem megy ez majd decemberben. Hát azt mondja, miért nem? Hát mondom, hogy például most eljövök Gödöllőre, hogy önök mennyit adnak-e? Honnan tudnám ezt beírni, nem? Tehát, hogy mondjam, de ebben megvan a maga szépsége ennek is. Kérdezték tőlem, ugye, amikor itten Gyurcsán úr záratta be az iskolákat, meg minden, hogy a mi iskolánkot ott Erdélyben, a gyerek otthon nem zárják be. Mondom, hát nálunk is nyitották. Hogy mondjam? Hát miért? Hát szükség van rá, létrehoztuk mi. És a többi legyen a jó Isten gondja. Higgyék el, lehet számítani az Istenre. Olyan sokszor, olyan helyzetekben megtapasztaltam, hogy az Úr velünk van, hogy csodálatos. Volt egyszer, sose felejtem el, hogy az egyik kolléganő jött, még a legelső években volt, hogy szóval Csaba testvér, annyi tésztát ettek ezek a gyerekek, nálunk ezt laskának nevezik, hogy már olyan a fejük, kéne valami hús is mellé. Na hát. Hát én teljesen egyetértettem, mert én is ugyanannál az asztalnál ettem. Na hát, hogy mondjam, hát akkor menjünk, vásároljunk be. Na hát ugye, hát nem ajánlom ezt az élményt. Férfi számára ez egy maradandó kárt tud okozni, mikor 4-5 asszonnyal elmegy shoppingolni, szóval én álmomban se gondoltam, ez ilyen tragikus tud lenni. Na szóval, hát úgy kezdődött, hogy elmentem, és ugye mi házban apró pénz volt, azt összeszedtem, ugye, persejből innen-onnan, egy ügyes kis nylon zacskó, ilyen pénzecske lett az én punkucám, na hát azzal elmentünk vásárolni. Hát ezek a hölgyek, ami tetszett nekik, ezt a sonkát nem lehet itt hagyni, de a szalonnát se, töpörtyűt se, meg a zsírt se, meg semmit se lehetett ott hagyni, hogy mondjam, igazán akciós minden, na ilyen nagy halom dolog jött össze a pultnál, na hát meg volt. Csak ugye, hát ilyenkor ők férjébb vonultak, és jön a teremtés koronája, hogy ugye, a cekket intézze le, hát én is oda mentem, hogy nagy vonallal. Magamban arra gondoltam, hogy egye meg a csodáin, kiborítta a pénzt, ami van, az van, a többit itt hagyjuk. Hát mostanig is itt volt, az a sonka valahogy csak túléli, hogyha nem viszik el. Na hát, és elkezdtük ugye ottan mindannyian a voltunk, ott a szépen ilyen tízes csomókba összerakni, ott sok apró pénzt, fénypénzt, meg mindent. És a végén, ha hiszik, hanem nálunk ugye lej a darabos, a bani az hát olyan apró, hogy hát a fillér azt hiszem Magyarországon ki is ment divatból, nem? Na hát egy ilyen, ez a fillér nálunk, a bani, hát egy ilyen volt, egy ilyen maradt meg. És akkor mondtam nagyban, tessék ez borravalónak eltenni. De én hazamentem, és letérgyeltem a kápolnába, és mondtam, uram, én tudtam, hogy te jó vagy, tudtam, hogy rád lehet számítani, de egy matematikából ilyen precíz legyél, hogy ez a 4 nő. Hogy ez a 4 nő egy fél óra alatt pont annyi élelmet vásároljon, szedjen össze banira, centire, mint amennyi pénz nálam van, ezt én nem néztem volna ki belőled, mennyei atyám. Igen, mernünk kell dolgozni, mernünk kell a feladatainkat felvállalni. Mindenki azt mondja, hogy nem éri meg. Budafokról mentünk, ugye, tegnap Felvidéken miséztem, mellék utcákon mentünk hosszan, az ember lelke fáj, mennyi felhagyott terület van. Falvakon hosszan az ember lássa, hogy nincsenek megművelve a kertek, gaz, burján.
Mindenki azt mondja, hogy hát nem éri meg. Erdélybe, de gondolom itt is ugyanannyi, Erdélybe 50 bani egy kiló szemes takarmány. Most mit szólnak egy 100 tyúk, mennyi ilyen szemes takarmányt teszik meg? 10 kilót egy nap. Ez tehát akkor igazából közel 1 euró. 5 lej. És mennyibe kerül egy csomag szivar? 15 lej 50 bani. Egyetlen csomag szivar árából Erdélybe lehet venni 300 tyúknak szükséges napi szemet. Tehát most eldöntött, hogy szivarazol, elszívsz egy csomag szivarat egy nap, vagy veszel 300 tyúkot, amelyik tolj neked 200 tojást. Biztos, hogy nem éri meg? Most tudják, hogy például egy kiló húst a disznó mennyiből rak magára? Azt mondják, 4 kiló szemes takarmányból. Ez körülbelül egy napi adagja. Egy csomag szivar árából Erdélybe lehet tartani 7-8 disznót. Igen, testvéreim, tehát nagyon könnyen azt mondjuk, hogy nem éri meg. Hát szivarazni megéri? Most persze én nem azért mondom, hogy sajnálom valakitől a dohányt. Egyszerűen csak arról van szó, hogy merjünk neki menni, merjünk elültetni 2 cseresznyefát. Van nálunk egy idős atya, én azért tudok most itt lenni, mert Antal atya engem helyettem dolgozik Erdélybe. 96 éves, 10 évvel ezelőtt jött, és azt mondja, nézd Csaba, aranyom, ezüstöm nincs nekem, de hány napot adott az Isten, azt én neked adom. Menj szépen dolgozzál, én tartom a frontot. Szászváros Erdély egyik legkisebb plébániája, összesen 70 valamennyi hívünk van, de mégis ott kell lenni, ott is kell misézni, és Antal atya most vasárnap is helyettem misézett. Én így tudok jönni, menni, dolgozni a gyerekek között. És ez az ember, mikor 90 éves volt, kiment, 2 hektáros nagy udvara, kertje van Szászvárosnak, és vett egy 30 gyümölcsfát. Minden nap csak 2-3-at vett. És annak ő ásta ki a gödröt. Egyetlen ujját tudja mozgatni, mert a kommunista börtönökbe annyira szétverték a kezét. De ki ásta azt a gödröt, hozott trágyát, elültette fát, megöntözötte, és azt mondja, ha megérem holnapot, akkor megint hozok 2-3-at. 5 éves fácskák már szépen teremnek. És minden tavasszal kimegy, odaáll a cseresznyefák közé, amik virágoznak, és azt mondja, fiam, fényképezz le, nekem a síromra ne hozzál koszorút. Ezt a képet rakd oda, és írd alá azt, hogy 90 évesen érdemes gyümölcsfát enni, mert enni fogsz még a terméséből. Nekem nem mondja senki azt, hogy nem éri meg. Ha hogy ne érné meg a gyerekeknek az a sok finom nyári gyümölcs? Persze, hogy megéri. Én ezt a 3 dolgot szeretném, persze ezen kívül még rengeteg mindent lehet kérni a Jóistentől. Ismerős a vicc, ugye, amikor kis Vuktól megkérdezik, hogy mit hozzon anyuka neked, hogy kacsát-e, libát-e, tyúkot-e. Csak mondja a Vuk, hogy kacsát is, libát is, tyúkot is. Gondolom a Jóisten is, hogy most mit hozzon önöknek? Békét, jókedvet, munkakedvet. Gondolom mind a 3-at felsorolhatják, és még tovább is mondhatják a kéréseiket. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és szívem minden melegével kérem a Jóistent, hogy tényleg ezeket az áldásokat mindannyiunk karácsonyfája alá nagy lelkűen tegye oda. És hogyha lehetne, kérjük együtt a Jóistent. Ha megkérhetem, álljunk föl, és egy imádságot mondjunk el közösen. Mennyei atyánk! Köszönjük szépen, hogy ebben az adventi szent időben összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy adsz bátorságot, hogy felemeljük fejünket, arcunkat feléd fordítsuk, és kéréseinket megfogalmazzuk. Urunk Istenünk, adj békét a mi népünknek, hogy ne háborogjon, hogy ne rossz kedvű háborúskodásba kezdjen, hanem békében, szeretetben tudjunk élni. Add, hogy jó kedvünk legyen, kacagni tudjunk,
hogy értékelni tudjuk nap, mint nap tőled kapott drága ajándékainkat. És végül adj erőt, hogy dolgozni tudjunk, hogy mindannyian becsületesen munkánkat felvállalva, tiszta szívvel végezzük nap, mint nap azt a feladatot, amit ránk bíztál. Ehhez kérjük a te segítségedet, Szent Fiad drága szavaival, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szívem minden melegével kívánok egy nagyon szép karácsonyi ünnepet mindannyiatoknak. Szép jó éjszakát kívánok. Köszönöm, hogy visszatapsoltak, és hálából mondok egy viccet. Ugye napokban volt ugye szép Mária ünnep, és nem tudom mennyire ismerős az a vicc. Kopogtatnak a ugye mennyek országának az ajtaján, ugye Jézusnak az irodájába, bejön Szent Péter, lerakja a kulcsot, és azt mondja, beadtam a felmondásomat. Hát Jézus azt mondja, fiam, hát mitől rágtál be? Mostanában olyan szépen végezted a dolgodat, mi kellett itt? Nem akar ő személyeskedni, tudja, amit tud, aki akarja, csinálja. Bocs, kilépett ő ebből a cégből. Hát Jézus azt mondja, hát fiam, hát ez nem így megy, hát ez egy komoly dolog, ez itt nem tudom, magyarázd el, mi a bajod, másképp nem engedlek el. Azt mondja, Jézus, nézd meg, én ott állok a kapunál, végzem a munkámat becsületesen, nézem a szabályokat, a törvényeket, az előírásokat, a regulát, minden, aki nem odavaló, én nem engedem be. És hátul anyád az ablakon mindenkit beenged. Hát, így nem lehet dolgozni. Hát akkor legyen ez a negyedik, a ráadás kérés, az irgalmasság. Tudjunk egymással szembe irgalmas szívűek lenni. Ne csak azt adjunk a másiknak, amit megérdemel. Jézus nekünk se azt adja, amit megérdemeltünk. Hol érdemeltük meg azt, hogy karácsony éjszakáján a Nagyisten közénk jöjjön, nem? Miért ne tudnánk irgalmas szívűek lenni egymáshoz? Nemrég kapta egy nagyon-nagyon szép levelet az egyik fiamtól, és emlékszel, ez a gyerek nagyon gonosz volt, nagyon rossz volt. Megvert egy csomó társát. És ugye a nevelők sarokba szorították, és mondták, hogy takarítsam el. Oda mentem, és megsajnáltam a gyereket, és magamhoz öleltem. Elkezdte ütni a mellemet, és simogattam a hátát. Éreztem, olyan volt, mint egy kispanolt húr, olyan kemény az a gyerek. Szóval engedje, mert úgyis elszökik. Mondom, jó van, de hova mész? Simogattam tovább a hátát, és akkor egyszer úgy látszott, hogy elcsendesedik, elkezdett sírni, zokogni, mellém kapaszkodott.
mindketten sírtunk, de ezek az örömkönnyei voltak. Ez a gyerek rég kikerült tőlünk, de én azt gondolom, ha megkérdezném most valaki tőle, hogy sorolja el a világ legjobb, az ő legjobb öt barátját, lehet én is közte lennék. Nem érdemelte meg, hogy megöleljem. Ne csak azt adjuk egymásnak, amit a másik megérdemel. Tavasszal a földbe a szántóvető ember tudja, hogy ha nem vet, ha nem trágyázza meg azt a földet, nem fog aratni. Ugyanúgy egymást merjük megajándékozni szeretetünkkel, irgalmunkkal, jóságunkkal. Amit vetünk, azt aratunk. A szántóvető ember nagyon jól tudja, hogyha kimegy a földre, és az nem terem, akkor nem kezd kiabálni, nem kezdi vasvillával döfődni a földet, hanem felrejtékes, kemény munkával megtrágyázza, nem? Igen, biztos, hogy nem könnyű. De ha nem teszel belé, akkor nem is fogsz aratni. Adná az Isten, hogy tényleg jó Isten megajándékozzon bennünket az irgalmasság, a nagy lelkűség szép erényével. Köszönöm, hogy visszatapsoltál. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy még két hétig az alapítványnak a számlatömbe itt lesz a jegyirodában, tehát hogyha bárki szeretne még befizetni az alapítványhoz, akkor ezt megteheti itten. Csaba testvér hozott egy pár könyvet és CD-t magával, sokat nem tudott, mert vonattal jött, de azt is meg lehet vásárolni most itt lent az előtérben. Köszönjük szépen, és további szép estét, kellemes karácsonyt!